békesség. Jó reggelt, nagyon szép napot kívánok mindannyiótoknak, ez itt a Calvin Rádió. A szeretet hullámhosszán 2023. november 29-én, szerdán. János evangéliuma 5. fejezetéből olvasom Isten szent igéjét, a tegnapi történet folytatását, a 10-től a 14. versig így. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez. Szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik. Aki meggyógyított, az mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd fel és járj? De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban. Ámen. Kedves barátaim, soha ne legyetek irigyek egymásra, hanem tanuljatok meg örülni egymás örömének, egymás sikerének, és meglátjátok, hogy cserébe az Úrtól olyan örömet kaptok a szívetekbe, a megelégedettségnek olyan boldog és felszabadító érzését, hogy a királlyal sem cserélnétek. Mert lehet valakinek a legmárkásabb cucca, vagy a legkirályabb cipője, de megtörténhet, hogy a szívében békétlenség van. Vigyázzatok a lelketekre, mert a gyermekkori irigység Isten lelkének erejével és tudatos tanulással, gyakorlással legyőzhető. Ha nem teszitek meg, akkor a gyermekkori irigységből erőszakos, követelőző, hatalomvágyó, mások értékeire vágyó felnőtté lehet válni. Éppen olyanokká, amilyenekről a mai igében hallottunk. Akik képtelenek voltak örvendezni annak, hogy egy embertársuk felgyógyult 38 évi betegségéből. Irigy tekintetük Mózes megsértett törvényén nyugodott, mely szerint szombatnapon tilos volt bármilyen munkavégzés. Még az is, hogy ő a fél életén át béna és tehetetlen ember Jézus szavára fölkelt, és maga vitte tovább a fekhelyét. Vagyis dolgozni mert a nyugalom napján. Törvénysértő embert láttak a meggyógyult társukban. Jézus szemében a szombat, a zsidók nyugalom napja éppen azt jelentette, hogy legyen mindenkinek teljes megnyugvása. Békétlenségből, betegségből, fájdalomból gyógyuljon a szív, és az ember élje át már ebben a földi életben, hogy mit jelent megnyugodni, és nagy levegőt venni, és testileg, lelkileg egészségesen járni kellni. Igen, ezt élte át a 38 éve beteg és béna ember, hogy végre oda ment, ahová akart. És hova ment? A templomba ment, kedves barátaim. Elment, hogy az Istennek hálát adjon a gyógyulásért és az ajándékba kapott életért. A templomban pedig Jézussal találkozott, ahol a mi drága megváltónk mondott neki valami nagyon fontosat, de ezt már csak holnap reggel fogjuk meghallani. Én nagyon szeretném, és tudom, hiszem, hogy Jézus kívánsága is ez, hogy az ő szava minden reggel gyógyítson bennünk minden irigységet, minden elégedetlenséget. És sokkal többször tudjuk azt mondani, hogy köszönöm,
mint azt, hogy kérem. Isten segítsen ebben. Ámen. Legyen szép napotok, áldás, békesség.